A második emeleten. Hát itt egy hatalmas nagy hodály van. Ett egy zsidó csillag, vagy mi ez az. Nekem annak tűnik. Aztán majd utólag megnézem a neten, hogy mi lehet ez, de nekem így sülenése az ugrik be. Hát ez egy nagy hodály. Csak épület viszont. Így érdekes. Meg itt még viszonylag egyben van a födém is. Így csak meg. Bizony. És hát jártak itt a művészek, itt is, mert meg graffiti az mindenhol van. A vasút is még megvan, rá is lehet látni, tökéletes. Egyre följebb megyünk, egyre jobb. Rálátás itt a vasútra. Na itt akkor talán jobban meg tudom mutatni a vasútvonalat is. Elnézésre, mert itt még azt hiszem két vágány is a szakasz. Ez a 150-es, amelyik Budapesttől Kelebiáig megy. És itt a Fradiból a Ferencvárosi vasútállomásra kanyarodik el. És itt egészen a... Van itt arrébb még egy vasútállomás, a Soroksári út. Addig két vágányú. Ott van. Egyébként talán annyit érdemes még tudni erre a vasútvonalról, hogy két vágányúnak épült, és egészen Kiskörösig, vagy Kuncert Miklós tassig meg is volt a második vágány, csak az első világháború után felszedték. Nem Trianon miatt, ahol sokan hiszik, mint ahogy a legtöbb a határmenti vasútvonalnál mondják, hogy nem kötelező volt felszedni, hanem igazából Trianon miatt mondhatni, de nem volt ilyen előírás, hogy fel kell szedni a második vágányt, hanem a háborús károk miatt szedték föl, hogy lecsökkent ugye a forgalom, meg a kisantanti határzárja miatt is, meg ugye egyébként is a háború után lecsökkent a forgalom, és már nem volt rá szükség. Viszont van, ahol nem volt annyira megrongálódott a vágány, ahol csak egy volt, hogy és sín az nem volt, meg egy általános nagyon, hát háború után nem nagyon volt kapacitás, meg pénz semmire. Síngyártása főleg. Nem tehát felszedték onnan, ahol még használható volt, és beépítették oda, ahol járhatatlan lett a pálya. Na szóval, ja, de ez most egy kicsit off-topic volt, de akkor visszatérve. Hát itt túl sok bemutatni való nincsen a graffitiken kívül. Meg hát ugye a kilátást azt muszáj megnézni. Déli összekötően megy egy tehervonat. De az nektek túl messze van. Ott pedig egy fölött megint. Megy a Fradiba. Onnan meg a keleti. Ja, nem a keleti, de Kőbánya Kispestre megy. És ott van az a ház, amit már láttunk. Jó, nézzétek meg. Mert egy dolog, nem mutatom meg még egyszer. Következő emeletig biztos nem. Viszont innen azért a telepet is jobban be lehet látni, úgyhogy nosza. Tehát ott volt az a plac, amit ott mutattam, de ott... Na most, ha ez a hülye fa nem lenne itt, akkor még jobban is látnátok, de... Lényeg az, hogy az épület mellett van egy... Ugye az ország lakóház, azt nem tudtam ízni, viszont ott a Duna. Az euróvelós kerékpárút az lehet, hogy ott megy a gazba valahol. Ott egy valami csónakikötő van, de és ott látszik, hogy az a híd, az megy Csepelre. De majd szerintem egy emelettel följebb ezt jobban meg tudom mutatni, úgyhogy nézzünk itt körül, itt a placon. De itt az épület háta mögött van a régi terménytároló, meg a vásártelep, igazából a nagy csarnok. Az egy összefüggő nagy plac. És ott inkább lehet embereket látni. Mert graffitizők járnak oda, meg autóval szoktak driftelni, meg gyorsulni. Meg az a Mr. Basztának ott forgatta az egyik klipjét. Mert a nagyvásárcsarnokban az simán fölismerhető volt. Mert az más kérdés, hogy a klip az nagyon szar, meg ugye egy eleve Mr. Basztán az, de hát ebben most nem menjünk bele.
Úgyhogy most szépen akkor végignézzük. És itt van az átjárónak a teteje. Na itt egy szép graffiti, ezt azért lekapjuk, meg majd csinálunk egy totálképet innen. Lehet, hogy van itt valaki? Igen, hogy még itt, na itt a csarnok. Ezt így megmutatom. Itt azért szoktak lenni. Tehát, ezt el tudom képzelni, hogy mi valaki van itt. Tehát ez maga a csarnok. Igen, ott van egy autó. És ott van is valaki. De szerintem ők is csak beszélnek, vagy lehet, hogy driftelnek, nem mindegy. Hát őket én nem zavarom, meg ők se engem. Úgyhogy akkor most ezt hagyjuk. De majd fogok arra menni, szerintem még ott lesznek, még találkozok is velük. És itt az átjáró. Na. Valaki kiment már erre. Lefitizett is, úgyhogy szerintem ki lehet. Nézzük csak meg. Hú. Szeretlek, Enikő. 16.06.29. Reméljük, Enikő is hasonlóképpen gondolkodik. És akkor sok boldogságot nekik. Na, innen. Na, akkor most lássátok, feleim. Ugye az ott a híd, amin keresztül át lehet menni Csepelre. Ott a járda is van, meg bicikliút, meg az meg közút. Valami busz is járta arra, és ott a Dunapart. És akkor onnan jöttünk mi. És akkor ugye még két emelet van fölöttünk. Ott pedig még mindig a Tesco, meg az Obi. Lövünk még egy pár fényképet innen. Ha már kijöttem ide. Oké. És akkor most már nincs más dolgunk, mint visszamenni. Igen. Még jó, hogy két powerbanket is hoztam, így biztos elég lesz. De hogyha nagyon nincsen más, akkor a fényképezővel is lehet videót fölvenni, csak igazából mivel nem erre készültek a DSLR gépek, ezért nem tanácsos erre használni. Meg ugye a fókuszból ugye rendszeresen kiugrik, mert nem arra készült videózásnál, meg precízen be kell mindent állítani. Ez igazából csak ilyen végső megoldásként jó az, hogy DSLR-re videózik az ember, de egyébként nem erre találták ki. Ezt lehet külön videós objektíveket venni hozzá, de hát azért vagyon. És annyit nem ér, főleg, hogy ugye hónapokig és spóroltam egy ilyen féltele objektívre is. Most egy 18-140-es van rajta, ami szintén csak használtam, vettem meg, de ez így nagyjából úgy mindenre jó, plusz még van egy teleobjektívem is, ami szintén nem volt olcsó. Hát jó, akkor ez a második szint, ez ennyi lett volna. Feljöttem a második emeletre, itt igazából csak egy nagy hodály volt, de itt is körülnéztem. És akkor még két emelet van felettem, amit meg fogok nézni. És már szerintem, de ezt már szerintem mondtam, hogy szintenként lesz összevágva a videó. Hogy ne legyen egyszerre túl hosszú, mert tudom, hogy lusták vagytok megnézni. Na, sziasztok!